Sziasztok! Köszönöm, hogy megint itt voltok a csatornámon. A mai videó egy olyan lesz, amit már elég régóta tervezem, hogy megcsinálok, és a jövőben is szeretnék csinálni folyamatosan. Ez egy ilyen állandó rovatként képzeltem el. A címből már igazából kiderül, hogy ez egy kérdezfelelek videó lesz. Már régebben írtam nektek, hogy tegyetek fel kérdéseket, viszont itt még soha nem kértem ezt veletek, úgyhogy most meg is ragadom az alkalmat, és megkérlek arra titeket, hogy a következő videóhoz tegyetek fel nekem kérdéseket, és azokból fogok csemegézni. Most olyan kérdéseket írtam össze, amik egyrészt a blogra, az Instagramra, amire esetleg ide érkeztek, és a legtöbbször teszitek fel, vagy a legáltalánosabb kérdések, illetve amire én is úgy gondolok, hogy ez szükséges ahhoz, hogy egy ilyen alapvető átfogó képet kapjatok rólam. Úgyhogy én most összeírtam egy 10-15 kérdést, ezt most átveszünk, megválaszolok minden szépen, és akkor meglátjuk, hogy mennyire tetszik nektek, hogyha tetszik, és szeretnétek a jövőben is ilyet, akkor kérdezzetek, és akkor még havonta a havi rendszerességgel csinálok egy ilyen videót, mert szerintem ez tök jó amúgy. Na, telefonomba írtam, ahogy láttam, ezt itt kell csinálni, úgyhogy az a lépés az eddig hibátlanul teljesítve van. Az alapkérdések azok szoktak lenni, hogy hány éves vagyok, mivel foglalkozom. Én 25 éves vagyok. Hát ez mivel foglalkozom kérdés, jelenleg kreatív menedzserként dolgozom. Biztos, hogy sokan láttátok már, és valószínűleg tartom, hogy sokan is akkor csatlakoztatok be ide, amikor a munkanélküliségről szóló videómat csináltam, és képzeltek el, hogy ez így a sors iróniája akart lenni, hogy amint ezt a videót megcsináltam, és feltöltöttem, gyakorlatilag rendeződött ez az egész munkaügy, mondjuk nem nagyon szeretem elkiabálni azt, hogy egy ilyen friss munkahelyel kapcsolatban, hogy mit csinálok, és mivel foglalkozom, mert ez nyilván még képlékeny dolog, de reméljük, hogy ez most is sokáig így marad. Úgyhogy ezzel foglalkozom, mellette pedig a gazdasági egyetemen tanulok, ez volna a papíron az utolsó évem, viszont egy évet csúszni fogok, és a következő fél évemet passzváltatni fogom, szóval még egy évvel később fogok végezni ebben a csodálatos intézményben. Egyébként levelező szakra járok, és azt a munka mellett csináltam mindig, nemzetközi tanulmányok szakra járok, a külkereskedelmi karra, igen, és ennyi. Következő kérdés, hogy hol születtem, illetve hogy mindig Budapesten laktam el, vagy másik városból származom. Erre tök sokan kíváncsiak vagytok, nagyon érdekes. Én egy kisvárosban születtem, Somogy megyében, Nagyatádon. A szüleim még mindig ott élnek. Igazából gimnazista koromban elköltöztem Kaposvárra, ami Somogy megyének a megyeszékhelye. Ott voltam gimnazista, és az érettségi után költöztem ide. Most már 6 éve, vagy 7 éve, 6 éve. Kicsit a érettségi után költöztem, szóval most már 6 éve élek Budapesten. Következő kérdés. Igen, ez a misi szekció, az érdekel titeket, bár a misi robotban azért elég sok információt megkaptok így a kapcsolatunkról, de azért nagyon sokan megkérdeztek azt, hogy mióta vagyunk együtt. Most volt 3 éve, hogy együtt vagyunk, és a következő kérdés is ehhez kapcsolódik, hogy mióta élünk együtt. Gyakorlatilag az elejétől fogva, szerintem egy ilyen nagyon hivatalosan egy ilyen 2,5 éve, viszont előtte is már, hogyha el kellene billenteni a mérleget, hogy inkább együtt éltünk, vagy inkább nem éltünk együtt, akkor mindenképpen az inkább együtt éltünkre adnám le a voksamat, úgyhogy nagyon hamar összeköltöztünk, összekultúroztunk. Következő kérdés, hogy hogyan és mikor kezdtem a bloggerkedést, meglepő módon erre is sokan kíváncsiak voltak. Egyébként erről szívesen csinálok majd egy videót is a továbbiakban, hogy mi a tapasztalatom ezzel kapcsolatban, vagy mit nem szeretek benne, mit szeretek benne, hogyha esetleg érdekel titeket, én gondoltam rá, mint én, vagy esetleg jó lehet. Hát képzeljétek el, nekem 5 évig volt egy Tumblr oldalam, amit eleinte igazából abszolút nem tulajdonítottam neki jelentőséget, aztán egyre több ember jött, aki olvasni és kérdezett, nem tudom, hogy mennyire vagy te tisztában a Tumblr felépítésével, ott lehetőség van anonim kérdezésre, és gyakorlatilag ez az, ami nálam beindította ezt az egészet. Ez tavaly januárig csináltam, Misi már nagyon-nagyon sokat rágta a fülem, hogy csinálják egy saját blogot, mert van annyi ember, hogy elbírja a saját oldalt, és most már 24 éves vagyok, ne támlőzzek, hanem csinálják egy saját blogot, és így született meg a blogom tavaly január 31-én. Amiért én nagyon szeretek benne igazából, az, hogy egy az egyben szerettem volna megtartani azt az üzenőfal szekciót, ami gyakorlatilag támlón is élt, ezért van, mindig úgy szoktam így elmondani, hogy van külön a blog, ahol én csinálom a tartalmakat, illetve van egy külön fül, az üzenőfal fül, ahol viszont ugyanúgy megmaradt a kérdés-válasz
részt. Szerencsére abszolút el tudtam vinni a kis lánycsapatomat, illetve azóta azért gyarapodtunk is, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, és ezt nagyon-nagyon szeretem. Igazából innen alakult. Eleinte ezt a bloggerkedést is ilyen nagyon hobbi szinten szerettem volna csinálni, de aztán rájöttem, hogy ahhoz túl sok időt meg energiát teszek bele, illetve sokat igényel, hogy ez csak ilyen félváról elmény, és azóta igyekszem azért egy kicsit tudatosabban építeni ezt az egészet, többek között azért is csatlakozott be ilyen YouTube ebbe az egészbe, mert láttam, hogy nyilván van erre igény, meg hogy ebben itt tök nagy potenciál van, úgyhogy ezért vagyok most itt. Sportolsz valamit? Ha igen, mit? És milyen rendszerességgel, illetve ehhez kapcsolódva az a kérdés, hogy te genetikailag vagy ilyen vékony, hogy meg csinálsz valamit, ha igen, mit csinálsz, mit teszel, erre nagyon-nagyon sokan kíváncsiak vagytok. Én alapvetően is egy vékonyabb testalkat vagyok, de nyilván az azért önmagában szerintem így nem elég, illetve hát én is tudok hízni. Nem mondom, hogy nagyon-nagyon hajlamos végig hízásra, de azért fel tudsz szaladni egy 5-6 kiló így nagyon gyorsan. Sportolok, igen, és tudatosan táplálkozom, erre mind a kettőre nagy hangsúlyt fektetek. Edzőterembe járok, én igazából egész életemben sportoltam, szerintem 3 éves koromtól kezdve úsztam, atletizáltam, úristen, mindent csináltam, szerintem rengeteg sportot kipróbáltam, atlétika és az úszás volt, hogy nagyon sokáig csináltam, főleg atlétika egyébként, és amikor leérettségiztem, akkor utána maradt ebből a futás, nagyon sokáig futottam, viszont egy idő után nem tudta kielégíteni a futás azokat a célokat, illetve a vágyaimat, amit én szerettem volna elérni, és akkor igazoltam át az edzőteremben, és súlyokkal edzem, illetve hát van kardió nap is, de azt általában azért sajnos szeretem ellogni, majd meg kell magamat nevelni, most már így tényleg jön a nyár, és nem lehet ilyeneket csinálni. Alapvetően hetente 3-szor mindig lemegyek a terembe. Nagyon szeretném, hogy az heti 4-5 legyen, az általában nem szokott összejönni, és motivációs problémákból fakadóan, de azért igyekszem, mindig úgy gondolom, mindig úgy futok neki egy hétnek, hogy most lemegyek 4-szor a terembe vagy 5-szor, majd meglátjuk. Mit szoktam enni? Ez is egy nagyon, nagyon klasszikus kérdés. Én szerintem már nagyon sok mindent kipróbáltam. Körülbelül 5 évet értem át arra, hogy tudatosan táplálkozok, akkor fogyni szerettem volna, én egyébként akkor sikerült is. Azóta én akartam már diétázni, utána elengedtem a diétát, mindig próbálgatom, tesztelgetem a mai napig egyébként, mi a legjobb nekem. Alapvetően azt tudom mondani, hogy tudatosan táplálkozom, magamnak főzöm, szeretem a saját dolgaimat megenni, viszont én nem ilyen nagyon-nagyon katonásan csinálom ezt, tehát én ugyanúgy megadom magamnak azt, hogyha el akarok menni enni egy pizzát, akarok enni egy hamburgert, szeretnék enni egy csokit, vagy egy sütit, egy fagyit, én ezt megadom magamnak mértékkel, ez azért is van egyrészt, mert tudom, hogy rendszeresen sportolom, súlyzós edzés mellé abszolút belefér az, hogy egy kicsit lazábban tudj enni, tehát úgy értem, hogy ha megeszem egy pizzát, akkor nem történik semmi. Ez ilyen egyébként az én genetikám is kell, amit mondtam nektek korábban, hogy alapvetően vékony vagyok, és nem az a nagyon-nagyon-nagyon hízásra hajlamos, úgyhogy nekem ez bár, én úgy gondolom, hogy azért tudom ezt tartani, hogy odafigyelek arra, hogy mit teszek, mert azért néha engedik is magamnak, és kell is szerintem. Én nem tudnám azt, hogy heti 7 nap mindig csak is kizárólag a tiszta kaját eszem, úgyhogy amúgy 5-ször eszem egy nap, és nagyon-nagyon sokat eszem, ezt nem nagyon szoktak elni, de tényleg, tehát is itt, hogyha olyan jobb napon van, akkor simán leeszem, és nagyon szeretek is enni egyébként, úgyhogy ez nagyon fontos. Hát, hogyha tényleg így de mindegy, ez egy hosszú téma, fogok nektek majd csinálni amúgy mit tettem ma vlogot, mert azt szeretnék mindenképpen, meg hogyha van erre vonatkozó kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek fel. Igazából nem nagyon látszik az Instagram oldalon, meg itt sem, hogy erre azért így figyelek, én azt nem szoktam így ilyen nagy dobra verni, meg ami hozzátartozik az igazsághoz, hogy nagyon-nagyon csúnyán tudok tálalni, és egyszerűen semmiféle érzékem nincs arra, hogy befotózzak egy kaját szépen, úgyhogy hiába próbálkozom, nem megy, én inkább a finom, de csúnya fogásoknak vagyok a mestere, úgyhogy hát minden, de hogyha érdekel titeket, akkor erről nagyon szívesen beszélek, mert én nagyon szeretem ezt a témát, meg azért úgy érzem, hogy az évek alatt már így képbe kerültem vele nagyjából. Úristen, elvittem itt a jegyzetemet, várjátok, és most hol van? Júj, nem találom. Kitöröltem? Ja, kitöröltem, itt vagyok. Jó.
Ja igen, akkor a tetoválás szekció, nagyon sokan kérdettek, hogy csináljak tetoválós videót. Van egy bejegyzés a blogomon, amin az összes tetoválásomat, illetve az összes akkori tetoválásomat lefotóztam, egy-kettő az életen ilyen dolgot is. Alapvetően nem szeretek arról beszélni, hogy mit jelképeznek a tetoválásaim. Sokan kérdeztek azt, hogy ki csinálta őket. Nagyon-nagyon sok embert teszi felsorolni, most nem azt mondom, hogy lehetetlen, de 7 különböző ember, kb. 3 különböző városból. Úgyhogy belinkelnetek azt a bejegyzést, meg tudjátok nézni. Hogyha nagyon szeretnétek, akkor esetleg valamilyen tetoválós videót is lehet csinálni, de olyat nem szeretnék, amire arra beszélek, hogy ez is ez mit jelent, mert erről nem szeretek beszélni. Szerintem akinek van, az abszolút megérti ez. Ez egy olyan téma, ami mindig ilyen kellemetlen érzéssel tölt el, mert úgyse tudom átadni azt pontosan, ami bennem van, és így, hát ilyen irovasz tényleg nem jó. De mindegy, az a kérdés konkrétan, hogy a karmát jelképezi a kör alakú tetovásom, igen, azt jelképezi. Azóta egyébként lett még egy, az pedig magát a kör szimbólumot, most ezt itt szívesen elmondom, hát ez egy általános dolog, de van ennek, ami nem szól. Ez bonyolult téma, de igen, a karmát jelképezi a kör alakú tetovásom, nincs is kizárólag a karmában, hiszek viszont abban nagyon, úgyhogy azt a tetovást egyébként nagyon-nagyon szeretek magamon. Még egy tetoválás, ezt beletettem, mert aranyosi van egy közös tetoválásunk, olyan konkrétan, hogy ugyanazon rajtunk nincsen, van olyan tetoválásunk, ami rajta is megtalálható, és rajtam is nem volt ugyanúgy, rajta egy ilyen lányosabb verzió van, rajta egy fiúsabb, és nem is azért csináltattuk egymás miatt, hanem mert mind a kettőnek nagyon tetszett egymástól függetlenül, viszont van egy olyan közös jelentése, amit így rá lehetett húzni, de nem is specifikusan azért csináltattuk meg, hogy közös tetoválás. Egyébként szeretnénk, és tervezünk, és gondolkodunk rajta, de mi nem találtam meg az igazit, amire azt mondom, hogy na, ez kell nekünk. De majd lesz. Bár a Misi azt mondta, hogy hú, nem is tudom, ami időkeretet mondott, hogy magára tetováltuk ki az arcom, mert azt mondom, hogy már számon kérjük rajta, hogy hol van. Azt mondta, hogy combja az arcképem, úgyhogy nagyon nagy combja van, úgyhogy egy egész testes kép is ráfér, majd behajtom rajta. Na és még egy utolsó kérdés fél szerintem így most bele, nem akarom nagyon hosszúra húzni. Nagyon sokan kérdeztek a szépségápolási rutinomról, hogy mit csinálok, mert nagyon szép a bőröm. Ezt nagyon szeretném nektek megköszönni ezt a sok szép szót ezzel kapcsolatban. Azt azért elmondanám, hogy itt ülök kettő ilyen nagyon-nagyon erős fényű lámpa előtt, illetve között gyakorlatilag. Ez azért nagyon sokat szép gyakorlatilag, tehát szerintem a fogam is fehérebb, mint amúgy élőben, illetve az arcbőröm is sokkal hibátlan, mint élőben. Ez nem azt jelenti, hogy élőben csúnya, csak nyilván ez azért optikailag tuningol rajta elég jól. Alapvetően egyébként nagyon egyszerű a szépségápolási rutinom. Én minden reggel, ahogy felkelek, hideg vízzel nagyon alaposan arcot mosok, ez nagyon fontos. Ezután pedig hidratáló krémet használok, ennyi a reggeli, ez gyakorlatilag egy perc, illetve este én soha nem fekszem a sminkben, és nagyon óvaintek titeket attól, hölgyeim, hogy ezt imetétek, mert az a legrosszabb dolog, úristen, tehát ne. Minden este nagyon alaposan micellás vízzel lemosom a teljes minket, mindenféle szennyeződést az arcomról. Ez az első lépés, a második lépése pedig az, hogy egy vattát beviszem, és egy 2-3 csepp teafaolajat csepegtetek rá, és azzal áttörölgetem. Ez gyakorlatilag egy toniknak felel meg, és ez ilyen tonizálás a folyamat, amit így megcsinálok, és ennyi. Nem használok semmiféle éjszakai hidratáló krémet. Még olyanok vannak, hogy hetente kétszer leradírozom, meg ilyen különböző pakolásokat teszek rá, de a napi rutinom az gyakorlatilag 2-30 másodperc, egyszer reggel, egyszer este, és ennyi. Úgyhogy viszont ezt soha nem hagyom ki. Illetve, ami nagyon fontos, hogy rendszeresen kozmetikushoz járok. Ez szintén a napi szépségápolási rutin, de azért nagyon, tehát ez az alap, erre építek mindent, úgyhogy ezt sosem hagyom ki. Ennyi, elfogytak a kérdések, szerintem most időben is egy jó vagyunk, nem lett túl hosszú. Én nagyon örülök, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha bármi kérdésetek meg, akkor nyugodtan írjatok, illetve írjatok kérdéseket a következő kérdezfelek videóhoz. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ma is. Sziasztok!